a helyi hagyományokhoz hűen régmúlt korokat felidéző arató felvonulással kezdődött Tolnán az augusztus 20-ai ünnepség sorozat. A nem mindennapi látványosság immár 19 éve hagyomány a településen, az ötlete a helyi nyugdíjas szabadidőklub tagjaitól származik. A felvonuló tömeg a római katolikus templomban folytatta az ünneplést, ahol a kenyér megáldása következett. Az új kenyér megszentelése után az aratókkal az élükön a Szent István szoborhoz vonultak az ünneplők. Appelszofer Ágnes Tolna polgármestere ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott, a magyar nemzet minden tagja Szent Istvánnak köszönheti, hogy ma nem kell egy hontalan néphez tartoznia. István, amikor Magyarországot megalapította, törvényeit és intelmeit a rendteremtés, a biztonság megszilárdítása, a tisztességesek ellenvétők szigorú megbüntetése, a hit megtartása, a jó és igazságos hatalomgyakorlás szellemében alkotta. István tudta, sikerrel csak olyan kormányzás járhat, amely a magyar emberek érdekeit, hagyományait tartja szem előtt. Méltán tiszteljük mi is szentként, és tartjuk őt történelmünk legnagyobbjai között számon. Ő az, aki a magyar nép letelepítésével, az államalapítással otthont, hazát adott nekünk, melyet tűzzel és vassal meg is védett, meg is tartott számunkra. Neki köszönhetjük, hogy nem kell hontalannak lennünk, és büszkén mondhatjuk, hazánk ott van a Kárpátok alatt, és népünk a magyar. Mi, akik ma itt vagyunk, valamennyien köszönettel tartozunk ezért. Appelszofer Ágnes az augusztus 20-ai új kenyér kapcsán arról is beszélt, hogy annak szimbolikája jóval túlmutat önmagán. A kenyér az ember számára mindig is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette. Azzal, ahogy nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel ünneplünk, kifejezzük, hogy a haza és az élet összekapcsolódik. Köszönettel tartozunk továbbá azért is, hogy Szent István megmutatta népünk számára azt az utat, amelyen járva több mint 1000 évig meg tudott maradni nemzetünk. Ez az út a kereszténység útja, amely István idejében nem a könnyebbik út volt. Új vallás, új szokások, új életmód, új erkölcsi normák, új értékek. A magyar népnek mindezt meg kellett tanulnia, el kellett fogadnia, alkalmazkodnia kellett hozzá. István felismerte, hogy ez nem a könnyebb út, de ez az út, amely a legtovább visz. A mögöttünk lévő több mint 1000 év a bizonyság arra, hogy Szent István biztos jövőt épített a magyarság számára, biztos alapokra. Rajtunk múlik, hogy tudunk-e élni a Szent Istváni örökséggel, és hogy tudunk-e valamennyien méltók maradni államalapító királyunk emlékéhez. Fontos, hogy megértsük, a feladat ma is ugyanaz, mint mindig is volt a történelmünk során. Legyen érvényes tudásunk a minket körülvevő világról, és legyen bátorságunk, elszántságunk és kitartásunk azokhoz a tettekhez, amelyek mindenből következnek. Tolnán az augusztus 20-ai ünnepség a Szent István szobor megkoszorúzásával és az új kenyér megszegésével ért véget.